Figyelem! Az ebben a videóban található információ nagy része az internetről származik, tehát nincsen rá 100%-os garancia, hogy igaz. Hatalmas tévedés valószínűleg nem fog elhangzani, de felhívnám a figyelmet az apró pontatlanságokra. Megértéseteket köszönöm! Sziasztok, Creeperök! Itt Darkass, és ez a Tudós Percek! A videóban található információnak az átadásáért külön köszönet Bendinek. Ma a negyedik kedvenc őslényemről, az Androzarchus mongoliensis ről fogunk beszélni. Vagy inkább én fogok nektek mesélni, de ez már csak részletkérdés. Az Androzarchus mongoliensis egy a mezonícia félékhez tartozó emlős. Hol volt szó mezonícia félékről? Igen, a bálnáknál. Ezek szerint az Androzarchus mongoliensis valamilyen szinten a bálnák egy rég kihalt távoli rokona. De nem csak azért csinálok róla videót, mert ez a hatalmas tigris-szerű állat a bálnák rokona, ami már alapból elképesztő. Ennek a hatalmas ragadozónak 83 cm-es koponya hosszúsága volt. Ezzel még a Kodiak medvét is lehagyta, ami a mai élő legnagyobb ragadozó. Remélem, jól mondtam a nevét. Hatalmas tépő metszi fogai voltak. A száját nagyon nagyra tudta nyitni. Viszont ez a hatalmas és félelmetes ragadozó nem teljesen húsevő volt. Mondhatni, minden evő volt, valamilyen szinten növényeket is evett. Az Androzarchus mongoliensis nek igen sajátos, hát mondhatni, patái voltak. Igen, a karmai inkább hasonlítottak primitív patákra. Négy pataszerű ujja volt, viszont a hüvelykújja eléggé elcsökevényesedett. Nevét onnan kapta, hogy Roy Chapman Andrews fedezte fel Mongóliában 1920-ban. Jó, a dátum az nem játszott rá a nevének a megadásában, de azért gondoltam, elmondom. Ennyit hoztam el ma nektek a Androzarchus mongoliensis ről, remélem tetszett. A videóban lévő információk átadásáért külön köszönet Bendinek.